A koronavírus első hullámának elején a világon mindenhol megrohamozták a boltokat. A legnagyobb brit áruházlánc készülve az újabb pánikvásárlási hullámra szigorított, és számos termékből csak meghatározott mennyiséget enged most vásárolni. Ezek azok az áruk, amelyekből a koronavírus járvány elején komoly készlethiány keletkezett az üzletekben, vagyis a liszt, tészták, WC-papír és a fertőtlenítő kendők. Az áruházlánc Magyarországon is átalakította az online bevásárlás feltételeit, hogy a nagy-britanniai állapot itt ne következzen be. Tavasszal ugyanis Nyíregyházán is ilyen fotókat töltöttek fel az egyik közösségi oldalra. Egy országos felmérésből az derült ki, a rendkívüli helyzetre adott fogyasztói reakció egy hét alatt 57 milliárd forintos forgalmat generált a kiskereskedelmi láncoknál, ami csaknem 50%-os emelkedés az előző évhez képest. A legnépszerűbb termékkör a háztartási papíráru volt, azon belül a WC papír fogyott legjobban, amelyből mintegy 150%-kal többet vásároltak, csaknem 1,8 milliárd forint értékben. A drogériáknál 50%-ot meghaladó forgalomemelkedés volt tapasztalható, de megugrott a szószok és a száraz tészta értékbeli forgalma is. Mindkettőnél közel 200%-os volt az emelkedés. A kezdeti pániknak jelenleg nincs nyoma hazánkban. A vásárlók kevesebb időt töltenek az élelmiszerboltokban, és tudatosabban vásárolnak. A biztonságos élelmiszerellátásról több fórumon is igyekeznek tájékoztatni a fogyasztókat, amelyben a Nemzeti Agrárkamara is aktív szerepet vállal. Nyilván lesznek olyan emberek, akik élnek továbbra is ezzel a lehetőséggel, ez egy régi beidegződött szokás, amit nehéz elengedni, de nem tartunk attól, hogy áruhiány lépne fel. Nyilván lehet egy nagyon extrém helyzet, amikor már akkora a lakosság körében a fertőzöttség veszélye, hogy a élelmiszeriparban speciális tudást igénylő gépek kezeléséhez szükséges személyzetnél jelentkezik létszámhiány, ami ideiglenesen nehézségeket okozhat az ellátásban, de ezek, ha lesznek is, akkor rövid idejűek, úgyhogy mindenképpen azt szeretnénk kérni, mondani, javasolni, hogy nincsen szükség az előzetes nagy összegű vagy nagy tételű bevásárlásokra. Azért sincs erre szükség, mert Magyarországon évek óta jellemző a nagymértékű élelmiszerpazarlás, sok minden kerül a kukába. Például az alma azért lakás körülmények között egy pár nap alatt eléggé jelentős minőség esést tud produkálni, főleg ha nem kellő körültekintéssel szüretelték, úgyhogy a bevásárlást továbbra sem preferáljuk, tehát nagy mennyiségű bevásárlást, mert annak csak az élelmiszerpazarlás lesz az eredménye. Szerencsére a tavaszi időszakban sikerült jól kitalálni a mezőgazdasági munkák és az áruszállításra vonatkozó korlátok kialakításánál megtalálták azt a középutat, ami biztosítja a folyamatos áruellátást. Érdemes tehát online vásárolni. A legnagyobb hazai áruházláncok zökkenőmentesen biztosítják ezt a lehetőséget és a házhoz szállítást. Ha pedig valaki mégis a bevásárló központot választja, ügyelni kell a tudatosságra, kevés időt töltsünk bent, és figyeljünk a helyes maszkviselésre is.